Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és, és köszönöm azt, hogy itt összegyűltünk ebből az alkalomból, hogy újabb 28 digitális korvina került fel a korvina honlapra. Mindannyian tudják, tudjátok, hogy ez a könyvtárnak egy hosszú távú projektje, egy hosszú feladata, amelynek az egyes állomásait újra és újra megünnepeljük, mert nagy erőbe számunkra, és ahogy elhangzott, bizony hosszú időre tekint vissza a folyamat. A Széchenyi Könyvtárnak ez egy régi rekvizituma, hogy állítsa össze a Korvina Könyvtárnak az egykori valóságát. Tulajdonképpen már 1555-56-ban elkezdődött ez a folyamat, amikor Verancsics Antal, főpap, politikus, diplomata, a Habsburg császár és magyar király követeként Isztambulba ment, és onnan két Mátyás kódexsel, két korvinával tért vissza, egy Horáciusszal és egy Aquinoi Szent Tamás kódexsel. Ezt követően pontosabban ekkor a 16. század második felében már felmerült a gondolat, elsősorban potás, protestáns részről, hogy az ország történetében Mátyás uralkodása az virágkor volt, megelőzte a utána következő pusztulást. Ez a gondolat aztán általánossá vált. Éppen ezért minden olyan emlék, minden olyan tárgy, ami valamiképpen a nagy király uralkodásához volt köthető, szimbolizálta ezt az egykori nagyságot, a függetlenséget, a szabadságot így tekintettek az ő könyvtárára is, pontosabban annak az emlékére, mert hogy az otthonát, Budát a törökök akkorra már természetesen elfoglalták, illetve elpusztult jelentős részben. Betlen Gábor, első Rákóczi György, amikor példaként tekintettek Mátyás királyra, akkor a könyvtárára is gondoltak, és felmerült bennük az a kívánság, az a vágy, hogy megszerezzék a könyvtárát, amiről azt hitték, hogy a törökök által uralt Budavárában található. Nem volt ez más, hogy a jezsuitákkal sem, ez aztán felekezetektől teljesen függetlenné vált ez a törekvés. Ugyanis, mivel hogy senki sem járhatott itt a palotában a török alatt, ez a, a legenda ez elterjedhetett, hogy továbbra is itt áll Mátyás könyvtára. Az utazók, akiket a 16.-17. században a falak közé engedtek, ők beszámoltak, furcsa állapotokról számoltak be, egy boltozatos teremről, amiben össze-vissza vannak, hevernek a könyvek por, porban és piszokban, és mindegyik, mindegyik útleírás beszámolt egy bizonyos törökről, aki hát... Nagyon vigyáz ezekre a könyvekre az állapotuk ellenére is. Aztán eltérjedt az a legenda, hogy, hogy törökökbe se léphetnek oda, mert hogy a keresztények könyvei azonnal megfertőzik őket. Szóval mindenféle hiedelem terjengett az országban Mátyás könyvtáráról, de azt gondolták, hogy az itt található budán. A, amikor felszabadították Budavárát 1686-ban, akkor. Fény derült a titokra, nagy valószínűséggel a korvinának, az egykori díszkönyvtárnak semmiféle nyoma nem maradt a palotában, elpusztult, vagy pedig elvitték. A 19. század elején, amikor a modern tudományos érdeklődés elkezdődött, és a modern tudományos történeti kutatás elindult, hazánkban csupán kettő darab eredeti korvina volt található. Ezek is a peremterületeken maradtak fönn, az egyik a felvidéken, az Illésházi könyvtárban, a másik pedig valószínűleg Erdélyben. Innen indultunk, és jött a 19. század a törökök ajándékozásai, majd a monarchia felbomlásával, a Verencéi Egyezmény során nagyon érzékeny tárgyalásoknak köszönhetően amikor arról tárgyaltak, hogy a, a kultúrjavakat miként osszák el az utódállamok között, ekkor visszakaptunk 16 korvinát is az Öszteráhise Nacionál Bibliotékból. A többi műkereskedelemből, vásárlások útján került a könyvtárnak a tulajdonába, a korvinák egy része pedig az Egyetemi Könyvtárba került, a török korvinák, törökországból visszajött korvinák egy része. Az utolsó vásárlásra 1964-ben került sor, amikor az országgyűlésnek el kellett döntenie, hogy egy korvinát vásároljanak-e műkereskedelemből, vagy pedig egy elefántot az állatkertbe. És a döntés a korvinára esett szerencsére. Minden bizonyal ez volt az utolsó vásárlás, lezárult a fizikailag megszerezhető korvináknak a sora. Ezt követte a bibliográfiai feldolgozás, a jegyzékek készítése, és ahogy elhangzott, a digitalizálással lehetőség nyílt a virtuális újraegyesítésre. Most 28 újabb darabot köszönthetünk a Korvina honlapon, amelynek az elhelyezése egy Hosszadalmas munka. Nem egyszerűen megszerezzük a fotókat és felrakjuk. Sokféle, sokféle munkafolyamat van ennek a hátterében, és szeretném megemlíteni, hogy ez nem jöhetett volna létre. Szalai István kollégám közreműködése nélkül, aki a technikai feltöltést és a fájloknak a gondozását végzi, valamint Veszprémi Márton történész kollégám közreműködése nélkül, aki ugyancsak az előkészítésben vesz részt, illetve a kódexek tudományos leírását is végzi. Szóval velük együtt végezzük ezt a munkát, ami hosszadalmas, néha nehézkes, és azt is fontos tudni, hogy a kódexek esetében a metaadatok, azok nem metaadatok, hanem valójában tudományos eredmények. Tehát egy-egy középkori kódex esetében sokszor azt is nehéz megmondani, hogy mi van benne, hát még azt, hogy mikor készült, hol készült, egyáltalán mik az egyéb körülményei. Szóval ami a Corvina honlapon plusz információként található, az a kutatásoknak köszönhető. A Korvina honlap valóban nagy hatással van a Korvina kutatásra, ezt nagyon jól tudom, nem csak a hazai, hanem a nemzetközi kapcsolatainkból is. Nagyon sokan használják a külföldi kutatók közül, sok a visszajelzés, hiszen, ahogy elhangzott, a Korvina könyvtár a nemzetközi reneszánsz kutatásnak egy nagyon szerves eleme. Valóban egy európai szintű gyűjteményről van szó. A 28 kódex közül, ami most felkerült, nagyon sokféle tárgyú kötetet találhatunk. Ugyanakkor mégis nagyon érdekes megfigyelni, hogy ezen teljesen véletlenszerűen összeállt csoportban mennyire érdekesen mutatkozik meg mégiscsak a Korvina könyvtárnak a, a jelleg, az összetételének az alapjellegzetessége. Néhány számadatot én magam is felírtam ezzel kapcsolatban. <coughs> nyolc darab klasszikus kódexet, tehát klasszikus szerzők műveit tartalmazó kódexet találunk közöttük, négy darab késő római szerző műveit tartalmazó kódexet, aztán késő középkori, mint Akvinói Szent Tamás és társai négy darabot, kortárs humanisták, tehát 15. századiak, mint például Battista Guarino, tehát nagy humanisták, vagy Mátyásnak írott művek kódexeit közül hat darabot, és van közöttük két darab görög korvina is, ami párját ritkító különlegesség. Ugye ezt talán kevesetben szoktuk emlegetni, hogy a korvina könyvtárnak egy, ebben egy unikum, tehát egy nagyon érdekes sajátossága volt, hogy voltak benne görög nyelvű kéziratok. Ez ebben az időben még egyáltalán nem volt természetes. A Korvina könyvtár egy nagyon korai humanista könyvtár volt, Itálián kívül a legelső humanista reneszánsz uralkodói könyvtár. És most mutatnék néhány képet a Korvina honlapról, néhány különlegességet. A, itt van a gyönyörű honlap, amely bár szerényen nem említette, de Sudár Anna Máriának nagyon-nagyon jelentős mértékben köszönhető, hogy megújulhatott, hogy így néz ki, hogy ilyen... Valószínű, valóban egy nagyon-nagyon jól tükrözi ennek a könyvtárnak a szépségét és rangját. Megmutatnék egy korvinát, ami Angliából érkezett, egy eldugott főnemesi, ám annál szebb főnemesi rezidenciáról, Norfolkból, Holkham Hall, Hallból, egy evangéliumos könyvet, ami azon túl, hogy már első pillantásra különleges szépségű. Igen, igen, itt látszanak a... Az információk a kódexhez, az alapadatok a kódexhez, tehát lehet tájékozódni, és itt tudunk rákattintani a mi szolgáltatásunkra, a képekre. Evangéliumos könyvet látunk, a, itt keletkezett, tehát ez a budai kódexeknek az egyike, tehát itt készült a palotában, és a díszítéshez a nagyon tipikus Mátyás korabeli stílust tükrözi, amit. Nagy valószínűséggel tudatosan dolgoztak ki a Budai könyvkészítő műhelynek a mesterei kifejezetten a királykönyvtára számára. nagyon szép darabról van szó. A, te megnézhetjük így is, tehát van egy ilyen nézete rákattintok egy oldalra, ebből látszik, hogy a kódex befejezetlen. Tehát valószínűleg pont tehát akkor készült, amikor Mátyás meghalt, 1490-ben, és akkor érződik egy cezúra az emlékanyagban, tehát, hogy váratlanul sok mindennek vége szakadt, sok mindent nem fejeztek be, vagy pedig Ulá Ulászló számára fejeztek be. Ez a kódex, megmutatom azt a helyet is, ahonnan, ahonnan, ahonnan érkezett, Angliából, egy főnemesi könyvtárból, ahogy mondtam, Holkam Holból. Ez egy olyan rezidencia, ami még ma is a, a, a család tulajdonában van. Egyébként reneszáns stílusban, palladió stílusában építették föl ezt a kastélyt. Thomas leszter Lester első örlie, a Grand Tour, tehát az Itáliába tett utazása során a nevelőjének köszönhetően rengeteg reneszánsz kódexet vásárolt elsősorban Padovában. Nem tudjuk, de nem kizárt, hogy ekkor jutott hozzá a Budáról kikerült evangéliumos könyvhöz is, talán akkor került Leszterbe, és azóta is ennek a pompás, ma is így, ott helyben így látható könyvtárnak a része. Ezt a kódexet senki nem, tehát nem, nem lehetett hozzáférni, csak az, aki oda, az láthatta, aki oda utazott és engedélyt kapott a, a tulajdonostól. Most ezt bárki szemlélheti a honlapunkon keresztül, tehát ez egy nagyon nagy és fontos eredmény. Ez az egyik kódex, amit szerettem volna kiemelni. Két elemet szeretnék még hangsúlyozni a Korvina honlapról, hogy ne raboljam az idejüket. Mind a kettő a budai humanizmussal áll kapcsolatban, nagyon szoros kapcsolatban. Beatrix királyné neve mindannyiunk számára ismerős, és azt is tudjuk, hogy nagyon nagy szerepet játszott ő és a kísérete a budai reneszánsz udvar kialakításában, nem beszélve az udvari zenéről, Beatrix igazi zenebarát volt, kiváló kórust tartott fenn, távoli földekről nagyon híres zenészeket és énekeseket szerződtetett itt Budán. De most egy másik hozzá kapcsolódó elemről szeretnék beszélni, azt is tudjuk, hogy a budai könyvkészítés kezdetei is hozzá köthetők, és az ő fivéréhez, Giovanni Daragonához, Aragóniai Jánoshoz, aki Esztergom érsek is lett később, hogy, és nagy könyvgyűjtő volt, hogy az ő kezdeményezésükre kezdődött el a budai kódexkészítés, és épül majd föl, vagy jön létre később a Korvina könyvtár. Beatrixról feljegyezték, hogy egy nagyon tudós királynő volt, már gyermekkorában egy szóval nagyon jó nevelést kapott, fönnmaradtak tankönyvei. És amikor eljött, elérkezett a házasságkötésének az ideje, és el kellett indulni a Magyarországra, akkor megkérte az egykori tanárát, Diomédi Karafát arra, hogy hogy írjon neki egy, egy útmutatót, hogy hogyan is kell viselkednie már az út során. Aztán itt a új idegen, teljesen idegen királyi udvarban. És megszületett egy rendkívül szellemes kis könyvecske, aminek a fordítása meg is jelent a szécsényi Könyvtár kiadásában, végéve fordította, Ekler Péter szerkesztette néhány évvel ezelőtt, és ezt az egyébként hozzáférhetetlen kódexet most sikerült megszereznünk digitálisan is és bárki szemlélheti. Tehát Diomédék Karafa életvezetési tanácsai egy pici kódexben vannak foglalva. Ez egy nagyon különleges díszkódex. Ha megnézzük, akkor hát lila a háttere a pergamennek. Ugye a pergamen kódexekről beszélünk, díszkódexekről. Ez a fajta kézirat, típus, az antikvitásra visszavezethető úgynevezett bíbor kódexeknek a, a sorát szaporítja 15. századi formában. Tudjuk azt, hogy a bíbor az a főniciában felelhető a nedvéből készült anyag, és ezzel a színnel, vagy ezzel az anyaggal... Sok mindent festettek, nem csak ruhát, hanem a pergamen lapot, tehát a könyveknek az oldalait is. Nyilvánvaló, hogy ezek nagyon drága könyvek, kötetek voltak, és hát jelentős részben természetesen elvesztek. Egy nagyon érdekes emlékcsoport, egy 6. századra visszavezethető, főként evangéliumokat tartalmazó emlékcsoport, ezek a Biborkódextek, a Codices Purpurei, amelyekre. Első, tehát többnyire aranyal vagy ezüsttel volt szokás írni. Ha megnézzük a korvinánkat, akkor bizony ennek a betűi is aranyal és ezüstel vannak írva, tehát nyilvánvaló, hogy ebbe a tradícióba ágyazódik a császároknak és királyoknak, a karoling uralkodóknak, később a német-romai császároknak volt szokás ilyeneket készíteni. Az egész kódex ilyen, tehát ez egy rendkívül értékes és rendkívül drága darab. A címlapján a úgynevezett dedikációs jelenetet látjuk, amint a szerző átnyújtja, ott térdepel, Karafa a királyné előtt, ott is a neve, Diomédész, igen, és Beatrix Regina, tehát Beatrix királynő. A Beatrix feje fölött látjuk, látunk egy hermelint, ez egyrészt a a szüzességnek és a tisztasságnak a szimbóluma, másfelől pedig a Hermelin rendre utal. Ez egy Nápolyban alapított rend volt. És a kardinális vagy uralkodó elényeket látjuk a díszítésben itt fönt a justíciát, az igazságosságot, középen a mértékletességet, jobbra lent a bölcsességet. Az uralkodói bölcsesség az egy nagyon fontos tulajdonság volt, és itt pedig a bátorságot, a fortitúdót. Ez volt, és itt középen a királyné címerét, alatta pedig az ajándékozó és a szerző címerét látjuk. Olvassák el ezt a kis könyvecskét, nagyon érdekes dolgok vannak benne, például az, hogy ha utaznak Magyarországra a követségben, a királynéval, akkor nagyon kell vigyázni az udvarhölgyek erényeire, és nem szabad megengedni, hogy a magyar vidész, vitézek beszélgessenek az udvarhölgyekkel. Beatrix köteles kísérőket adni az udvarhölgyek mellé, felvigyázókat, és csak engedélye szólhatnak a magyarokkal. Tehát volt, volt azért kérem szépen rendszabályozás. Illetve egy másik érdekesség, hogy Mátyás el, azt írja a karafa, hogy előfordulhat, hogy Mátyás elébe lovagol a királynénak. Ebben az időszakban, amikor nincsenek képek, nem tudták, hogy hogy néznek ki a házasulandó felek. És azt tanácsolja a Karafa, hogy ha még ha fel is ismeri Mátyást, akkor is tegyen úgy, mintha nem ismerné föl, és hogyha a király felfedi előtte az ő valóját, akkor se higgye el először, hogy ez ő lenne. Tehát így is kikémlelhette az uralkodó a leendő feleségének az erényeit és a jellemét. Szóval nagyon szellemes könyv. A másik kódex, amit szeretnék kiemelni, egy Velencéből érkezett párját ritkítóan szép darab. A mindig felmerül ez a kérdés, hogy Mátyás király mit szeretett olvasni. Olvasott-e egyáltalán? És ezzel kapcsolatban hát megosztanak a válaszok. Egyfelől, hogy ugye, ilyen gyakori válasz, hogy nem, állandóan katonáskodott, csak dísznek volt a könyvtára. A másik oldal viszont az, hogy hogy ne használta a könyvtárát művelt volt és olvasott, az igazság minden valószínűleg középen van, de kétségtelen, hogy Vitéz János környezetében felnőve az uralkodó egy olyan nevelést kapott, ami előre hát predestinálta őt erre a pozícióra, tehát kiváló nevelése volt, még akkor is, hogyha utána már csak kevésbé volt ideje olvasni. De azt tudjuk azonban, hogy ami érdekelte őt, az a hat tudomány, az természetes dolog, a történetírás, ugye tudjuk, hogy ekkor három történeti munka is keretkezik az udvarában, az 1480-as évek végén. Mindkettő egy uralkodótól természetes. Ami azonban őt igazán reneszánsz uralkodóként mutatja be, az az érdeklődése az építészet iránt. Nem véletlen, hogy a kortárs szerzőknek, a építészeti traktátusok, épít, kortárs humanista építészeknek a művei több példányban is megvoltak a budai udvarba. Ezeknek az egyike ez a csodálatos kódex, amely Antonio Averulino, vagyis, vagy más néven Filaréte építészeti traktátusát tartalmazza, Antonio Bonfini latin fordításában, olaszról latinra fordította ezt a művet Bonfini, de latin volt a emelkedett műveltségnek a nyelve ekkoriban. És nemrégiben sikerült bebizonyítani, hogy ezt a kódexet teljes egészében Budán készítették, egy valóban gyönyörű darab. Van egy másik belső oldala is, és ez lesz igazán érdekes most számunkra. Ugye itt fönt látjuk a királynak a címerét, ez a tipikus kék, groteszk, motivumkincset tartalmazó díszítésmód, és itt egy építkezési jelenetet látunk, ami azért érdekes, mert tudjuk, hogy Visegrádon és Budán is Mátyás komoly építkezéseket folytatott. A budai építkezések pontosan a 80-es évek végén a könyvtár létrehúzásával párhuzamosan zajlottak. A nem maradtak fönn, csak emlékfoszlányok és töredékek. Budáról még ábrázolásunk sincsen. Bonfini néhány sora, a utazók, későbbi utazók néhány sora számolt be Budáról. Ez egy meccet, egy kortárs meccet a Sédel Królikából, ami itt a bal oldalon a palotát ábrázolja, ahova nyilattettem, ott volt valószínűleg a könyvtár. Ami azonban, ami, amire lehet következtetni, hogy a budai építkezéseknek valószínűleg ezekben nagy szerepet játszottak a reneszánsz elméleti, építészeti traktátusok, pontosan azok, amik, amit mutattam, amilyen az Averulinus korvina is volt, illetőleg a, 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 fönnmaradt, a mégiscsak fönnmaradt emlékek közül, igen, itt van a, a Leon Battista Alberti Déré edifikátoriája, ami két példányban is megvolt a könyvtárban. A, az önöknek baloldali egy firenzei kódex volt, a másik pedig budán készült, tehát ez is egy építészeti traktátus. És újra itt az Averulinus. És amiért ide tettem ezt a római fotót, az azért van, mert hogy a régészek azt mondják, hogy a budai reneszánsz építkezések felső tehát térben a felső szakasza. Valószínűleg erre a palotára emlékeztetett. Tehát így, így kell elképzelni valamiféleképpen legalábbis egy részét az reneszánsz stílusban valamelyest átépített Budai várpalotának. És itt pedig az itáliai reneszánsz építészet egyik legkimagaslóbb emlékének, az urbinói hercegi palotának a függőkertjét látjuk. A függőkert ugye azért függőkert, mert egy alépítményre épül. És ilyen volt valószínűleg Budán is. Figyeljék meg a a háttérben ezt az ablakokkal áttört falat. Az emlékek azt mutatják, hogy így kell elképzelnie a budai függőkertet, és minden bizonyal ilyen lehetett. Tehát egy nagyon közeli, egy egészen kimagasló, közeli párhuzama volt Budának ez az urbinói függőkert. A, nagyon sokáig folytathatnánk még a kódexnek bemutatását, a egyetlen egy utolsó darab zárásként, ami, ami párját ritkító, és a filológiai, filológia, szempontjából nagyon fontos. Egy olyan görög korvina, egy tizedik századi görögkorvina másolatát mutatnám, amely a magyar történelem bizánci emlékei szempontjából és említésre méltó. Hetedik, Bíborban született Konstantin bizánci császárnak a művét tartalmazza görögül a bizánci szertartásokról. Ezt a művet, nagyon fontos bizánci forrás, csak és kizárólag ez a Corvina kódex őrizte meg az utókor számára. Ezt úgy nevezzük, hogy manuskriptum unikum. A görög korvinák azok nem díszesek, ugye ez egy 10. századi kódex, ez egy teljesen más felfogásban készült szöveg, látható a görög, szép görög írással, nagyon szépen gondosan, ez akkor Konstantinápolyban, a palotában készült. És megmutatom a kötését. Budán kapta a kötését, ez a híres korvina, aranyozott bőrkötés. Itt középen van a királynak a címere, és itt pedig lent elől a kötetnek a címe. Ez egy újítás volt a kötés hogy belenyomták a kötésbe a műnek a címét, a tartalmát jelzendő. Ezeket fektetve tárolták itt tőlünk nem messze a pompás királyi könyvtárban. Köszönöm a figyelmüket!